Hát igen, sokan tapasztalják, hogy elkezdődött az allergia szezon, és megviseli a gyerekeket is, meg a felnőtteket is, és van, akinek ez egészen újdonság az életében, úgyhogy azt se tudja, hogy minek tudja be, amikor mondjuk elkezd viszketni a szeme, vagy folyni az orra, vagy köhécse, vagy kaparja valami a torkát. Barkai László professzor urat köszöntjük nagy szeretettel ebben a témában, a Dr. Rozmagán kórház képviseletében érkezett Kedicsom hozzánk. Fel. Érezhető önöknél is? Panaszkodnak kollégái, nem panaszkodnak, jelzik kollégái is, hogy bizony elindult az allergia szezon, és ebben a témában érkeznek a páciensek? Igen, jelzik a kollégáink is, meg hát a betegek jelzik elsősorban, akik ebben az időszakban nagyobb gyakorisággal keresik fel ugye az intézményeket, nem csak a miénket, hanem mindenütt máshol az országban. Persze hozzá kell tenni, hogy azért az allergia, vagy az allergiás jelenségek, ezek elég gyakoriak, tehát azt lehet mondani, hogy az év minden szakában vannak páciensek, akik felkeresik az egészségügyi ellátórendszert, hiszen vannak olyan allergének, amelyek egész évben jelen vannak. Hát most nyilván most egy szezonális időszak van. Minek van most szezonja? Hát ugye elkezdődött már februárban, a mogyoró, az éger, most jelen pillanatban már ugye a fűszfa, a platánfa, de már a pázsit fűfélék is elkezdődnek a pollennek a termelésében. Úgyhogy ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy egyfajta nagyüzem indul be. Én azt gondolnám, hogy amikor ezt látjuk mi így a szemünkkel, hogy hirtelen kivirágzik minden, akkor valószínűleg hirtelen jelenik meg többféle olyan pollen, ami allergizál. Nyilván azok a páciensek, akik már tudnak az allergiájukról, és már korábban voltak ilyen eseményeik, azok föl is tudnak készülni erre. A betegek egy része már megelőzően megjelenik az egészségügyi rendszerben, esetleg allergológiai, tüdőgyógyászati vagy más rendeléseken, és hát kéri a doktort, hogy esetleg megelőző kezelést alkalmazzon. Az mások, hát elsősorban itt át kell beszélni olyankor ugye az allergiának a természetét, ha ismerjük, hogy mi az allergia, akkor annak az elkerülése az alapvető fontosságú. Itt egyfajta életmódi tanácsokat fogadni az orvos, illetve ismert allergiánál, és ha tudjuk, hogy ez nagyon nagy valószínűsége meg is fog jelenni, akkor bizonyos gyógyszeres kezeléseket már megelőzően javasolhatunk, illetve hát olyan készítményeket készenlétbe helyezünk, amelyek majd, ha valóban megjelennek a tünetek, akkor alkalmazásra kerülnek. Tehát ilyen esetekben ugye föl kell készülni erre. Aki nem ismeri, hogy neki valamilyen allergiája volt, hát azt adott esetben elég váratlanul érhetik a tünetek. Amikor gyerekeknél jelenik meg az allergia, akkor mi szülők miből gyanakodhatunk arra, hogy ez az? Mondjuk 4 évesen még nem volt semmi baja, és akkor 5 évesen mik lehetnek az első tünetek az ilyen, mondjuk úgy, ahogy mi hívjuk, szénanáthal-szerű allergiáknál? Igen, a szénanáthal az egyik típusa az ilyen allergiás reakcióknak, de hát azt tudni kell, hogy elég szerteágazók lehetnek a tünetek. Tehát a szénanátha mellett, ami ugye egy allergiás náthát jelent, emellett allergiás kötőhártya gyulladás jelenhet meg. Allergiás légúti gyulladás, ez mondjuk a köhögés, nehéz légzés, asztmatikus problémák formájában. De előfordulhat, mondjuk, ha nem is az inhalatív allergia formájában, de bőr jelenségek, kiütés, urtikária, allergiás bőrjelenségek formájában. Előfordulhat a gyomorbélrendszer formájában is, bizonyos tünetekben. Ezek elsősorban természetesen az ételallergiák. És hát van egy olyan formája az allergiának, mert hát azért amikről most beszéltünk, ezek összességében nyilván az életminőséget rontják, de még mindig nem életveszélyes állapotot jelentenek. De akkor, amikor egy generalizált, a teljes szervezetet érintő úgynevezett anafilaxiás reakció, sok alakulhat ki. Ez bizony egy nagyon súlyos állapot, tehát ez az allergia, ez ugye egy nagyon széles skálán mozog, viszonylag enyhe tünetek, tüsszögés egyszerű nátha formájától egészen elterjedhet, vagy elhúzódhat akár az életveszélyes állapotig. De mi kell ahhoz, hogy egy életveszélyes állapotig eljussunk? Ehhez elég az, hogy valakinek ennyire
erőszakosan jelentkezik, akár már elsőre is az allergiája, vagy pedig ez egy általában egy elhanyagolt allergiának a következménye? Ezt így nem lehet kimondani. Egyrészt attól függ, hogy milyen típusú, mire érzékeny a szervezet. Vannak bizonyos allergének, amelyek típusosan kiválthatják ezt az úgynevezett nagyon súlyos, életveszélyes reakciót. De nem arról van szó, hogy mondjuk egy meglévő, mondjuk egy pázsit füvekre jelentkező allergia, aztán majd átalakul ilyen súlyos allergiával. Mondok egy példát, például ugye a méh vagy a daráscsípés, ez egy típusosan olyan allergén, ami kiválthatja ezt a súlyos állapotot, és ez adott esetben kórházi kezelést igényel. De igaz az, mert én egyszer azt olvastam a méhcsípésről, hogy azért nem elsőre, aki érzékeny a méhcsípésre, valószínű az esetek túlnyomó részében nem elsőre reagál ennyire erősen, hanem a többedik méhcsípés, tehát egy egyre durvább tüneteket produkál minden egyes csípésnél. Az a helyzet, hogy ugye az allergiának a kialakulás, ez egy immunológiai reakció. Uh-huh. Ez úgy jelenik meg, hogy a szervezet először találkozik egy allergénnel, megfelelő immunreakció jön létre, és amikor ismételten találkozik a szervezet, tulajdonképpen akkor jelennek meg a kifejezett tünetek. Na most ez minden allergiánál így működik, kórélettani szempontból, viszont nem biztos, hogy emlékszünk, tudjuk azt, hogy valamikor találkoztunk azzal az allergénnel. És így aztán teljesen mondhatjuk úgy, hogy derültékből a villámcsapásként jelenik meg a kórkép. Jöhet így is. Mindig bízunk abban, hogy van valami általános csodaszer, ami jó. Nagyon sokat beszéltünk korábban az immunrendszer erősítéséről. Sokan hisznek mind a mai napig abban, hogy a kalcium az allergia mindenféle fajtájára hathat. Mi az, ami, ha van ilyen, ami nagy számban elmondható az allergiáknál, hogy segítséget jelenthet? Hát ugye általában a megfelelő táplálkozás, a vitamindús táplálkozás, ezt elmondhatjuk, hogy minden betegség, minden kórállapot megelőzésében hatékony. Speciális hatása természetesen nincsen. A lényeg az, hogy meg kell tudnunk, meg kell ismernünk valamilyen formában, hogy diagnózist kell kapnunk, hogy mi az, ami kiváltja magát az allergiát, és akkor, hogyha tudjuk, ezt eltávolítjuk a páciensnek a környezetéből, ha nem tudjuk, akkor bizonyos gyógyszerekkel segítjük a szervezetet, hogy le tudja küzdeni, és vannak specifikus kezelések is ma már, ezek tudományosan teljesen elfogadottak, amikor a megfelelő ismert allergénnek egy nagyon kicsi dózisát bejuttatjuk a szervezetbe, és ezt egy fokozatosan emelkedő dózisban tulajdonképpen kioltjuk az allergiának a folyamatát. Tehát itt egy komplex kezelési stratégiáról, mondhatjuk így, hogy kezelési protokollrendszerről beszélünk, és nem egy valamilyen csodaszerről, amivel hát megelőzzük, vagy totálisan meggyógyítjuk ezt a helyzetet. Marad továbbra is a régi szabály, hogy dolgoztassunk szakemberre, bízzuk az orvosokra. Igen, ez nagyon jó gondolat. Nagyon szépen köszönöm professzor úr a beszélgetést.